Nem akármilyen ígéretet tett Kylian Mbappé a Paris Saint-Germain drukkereinek. Az UEFA elnöke vészjósló nyilatkozatot tett a Barcelonára nézve. Újabb fontos fejlemények láttak napvilágot Lionel Messi jövőjével kapcsolatban. Kiderült, hogy ki a világ jelenlegi legjobban kereső edzője. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka TV-n, ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb foci hírekről. Hosszantartó súlyos betegség után életének 40. évében elhunyt a Fehérvár és az Újpest korábbi bosnyák válogatott labdarúgója Mario Božić, aki előbbi csapatban 2004 és 2007 között összesen 114, míg utóbbi együttesben 2008 és 2009 között 40 tétmérkőzésen lépett pályára. A La Gazzetta dello Sport szerint amennyiben Simone Inzaghi a menesztés sorsára jutna az Internazionálénál, ugye a milánói klub vezetői a jelenleg a Brightont irányító Roberto De Zerbit szeretnék leültetni a helyére a csapat kispadjára, de mellette a Bolognánál tevékenykedő Thiago Motta neve is előkelő helyen áll az edzőjelölteket tartalmazó listájukon. Illetve a lap úgy tudja, hogy nemrég Mauricio Pochettinoval is kapcsolatba léptek az Inter elöljárói, aki a PSG-től való távozása után pillanatnyilag munkanélküli. Szintén az Interrel kapcsolatos hír, hogy a kék-feketék legnagyobb szurkolói csoportja, a Curva Nord egy a közösségi oldalán megjelentetett közleményben tudatta, hogy elfogyott a türelme a csapattal szemben, amely a legutóbbi három bajnokiát egyaránt elbukta, és visszacsúszott a tabellán a negyedik helyre, holott a szezon előtt sok szakértő a Scudetto legnagyobb esélyeseként tartotta számon. Mindig támogattuk az együttest, a szezon legrosszabb eredményei után sem álltunk meg egyetlen pillanatra sem, de most már elfogyott a türelmünk, írták az ultrák, akik szerint tekintve azt a minőséget, amellyel ez a keret rendelkezik, az Internek kötelező elérnie azt a három minimális célt, amit a mostani szezonra kitűzött maga elé. Vagyis a bajnokságban az első négyben kell végeznie, meg kell nyernie az olasz kupát, a bajnokok ligájában pedig be kell jutnia az elődöntőbe. Meg vagyunk győződve arról, hogy ez a csapat van olyan erős, hogy elérje ezeket a célokat. Ha elviseltük az ingadozó eredményeket egy olyan bajnokságban, amelyben az első helyhez egy másik csapat formája miatt soha nem voltunk közel, akkor itt az ideje, hogy azt mondjuk, továbbra is biztatni fogjuk azokat, akik megérdemlik, de legyen világos, hogy vége a türelemnek, és ha az előbb említett célokat nem sikerül elérnünk, akkor mindenkit felelősségre vonunk, és mindenkit olyan bánásmódban részesítünk majd, amilyet megérdemel. Tiszteld a mezünket és a történelmünket, aki nem ad bele mindent, az semmit nem ad bele, áll a Curva Nord közleményében. A Bayer Leverkusen a hivatalos oldalán tudatta, hogy leigazolta az América Mineiro 20 éves, egyszeres brazil felnőtt válogatott jobbhátvédjét, Arthur Augusto de Matos Soares-t, akiért a Sport 1 értesülései szerint 7 millió euró körüli összeget fizetett a német klub, a játékos pedig 2028 nyaráig szóló szerződést írta le a gyógyszergyáriakkal. Nem akármilyen módját választotta a tiltakozásnak a patinás egyiptomi klub, a Zamalek szurkolóinak egy kisebb csoportja. A drukkerek ugyanis egy dühös emojit megformáló elrendezésben foglaltak helyet a lelátón az együttes legutóbbi bajnokián, ezzel kifejezve abéli elégedetlenségüket, hogy csapatuk címvédőként jelenleg csak az 5. helyen áll a bajnokság mostani kiírásában. A Borussia Mönchengladbach algériai balhátvédje Rami Bensebaini néhány nappal ezelőtt aláírta a szerződését a Borussia Dortmunddal, melynek értelmében a nyártól a Ruhr-vidéki klubnál folytatja a pályafutását. A 27 éves játékost, aki átigazolási díj nélkül vált majd klubot, lévén a szezon végén lejár a kontraktusa a jelenlegi csapatánál, minden bizonnyal Rafael Guerreiro pótlására szerződteti a BVB, hiszen egyre inkább úgy tűnik, hogy a portugál védő a szerződése lejártával a nyáron távozni fog a sárga-feketéktől. Az Espanyol vezetősége menesztette a csapat élére tavaly nyáron kinevezett vezetőedzőt Diego Martínezt, akinek irányításával a katalán együttes a legutóbbi 4 bajnoki meccsét egyaránt elveszítette, és jelenleg a 18., azaz kieső helyen áll a La Ligában. Utódja pedig a klub egykori játékosa, az eddig a Real Madrid második tartalékcsapatát, az RSC Internacional FC-t irányító Luis García lett, aki a szezon végéig szóló szerződést írta le az Espanyollal. Egy másik La Ligás klubnál, a Real Valladolidnál is edzőváltás történt. A brazil Ronaldo által tulajdonolt egyesület azt követően kötött utilaput Pacheta talpára, hogy a csapat vasárnap 6-0-ás vereséget szenvedett a Real Madrid otthonában, és 11 fordulóval a vége előtt csupán 1 pont választja el a kieső zónától.
Edzőt váltott a Bundesligában szereplő VfB Stuttgart is, amely azért rúgta ki a december elején kinevezett Bruno Labbadiát, mert irányításával a sváb együttes csupán egyetlen bajnokit tudott megnyerni, miközben hetet is elveszített, és ennek következtében visszacsúszott a tabella utolsó helyére. Labbadia utódja pedig az a Sebastian Hoeneß lett, aki a klub közleménye szerint 2025-ig szóló szerződést írt alá. Az olasz újságíró Rudy Galletti úgy értesült, hogy ha csak nem történik valamilyen váratlan fordulat, akkor a Szalai Attilát is foglalkoztató, a török élvonalban jelenleg a második helyen álló Fenerbahçe ezen a héten meneszteni fogja vezetőedzőjét, Jorge Jesust, miután a portugál szakember nézeteltérésbe keveredett a Besiktas elleni vasárnapi 4-2-es vereséggel zárult rangadó után a klub elnökével, Ali Koccsal, aki kritizálta az edzőt az általa alkalmazott taktika miatt. Látogass el partner oldalunkra a büntető.com-ra, ahol a friss foci és egyéb sportágakkal kapcsolatos hírek mellett elemzések, sportszakmai tartalmak, könnyed ismeretterjesztő cikkek, portrék, illetve a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel készített exkluzív interjúk is várnak rád. Az oldal pontos elérhetőségét megtalálod a videó leírásában. Most pedig a kiemelt híreink következnek. A francia légkipértesülései szerint jelenleg az Atletico Madrid edzője Diego Simeone a legjobban kereső futballtréner Európában, az FC Barcelonát irányító Xavi pedig éppen csak befér a top 12-be. A legjobb labdarúgók fizetésével kapcsolatban gyakran előkerül, hogy milyen csillagászati összegekről van szó. Az edzőket illetően azonban sokkal ritkábban merül fel ez a kérdés, pedig a legjobb szakembereknek szintén nem lehet okuk panaszra. A Lékip által nemrég nyilvánosságra hozott toplista ugyanakkor jól mutatja, hogy az edzőknél még a legmagasabb szinten is meglehetősen nagy a különbség. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy a lap szerint a 12. legjobban kereső európai klubedző, Xavi kicsivel több mint a tizedét kapja az első helyen álló Simeone bérének. Persze az Atletico Madrid edzője mindenképpen extrém esetnek számít, hiszen ő magasan kiemelkedik a mezőnyből, legalábbis a fizetése alapján. Az argentin tréner még 2011-ben vette át a matracosok irányítását, és az akkoriban maximum erős spanyol középcsapatnak számító gárdát visszavezette az elitbe. Két bajnoki címet nyert az Atleticóval, és kétszer is eljutott a Bajnokok Ligája fináléjába. Legutóbb 2021-ben hosszabbította meg a szerződését, amely alapján a fizetése jelenleg évi 34 millió euró. Ehhez képest a sokak által a világ legjobb edzőjének tartott, a toplistán második helyen álló, a Manchester City-t irányító Pep Guardiola már jóval kevesebbet keres, evégre neki évi 22 millió euró a fizetése. Ez persze még így is 4 millió euróval több, mint amennyit a Liverpoolt irányító Jürgen Klopp kap, aki évente 18 millió eurót keres. A Lékip listája szerint itt található egy nagyobb törés, hiszen a lapnál még negyedik helyen álló, azóta a Chelsea-től menesztett Graham Potter évente 13,5 millió eurót keresett. A tavaly szeptemberben kinevezett szakember akkor 5 éves szerződést írt alá a kékekkel, ami alapján tetemes végkielégítést fog kapni, még ha a The Guardian értesülései szerint nem is fizetik ki neki azt a teljes összeget, ami a kontraktus a hátralévő része alapján járt volna neki. Érdekes módon a Premier League edzők ezzel el is fogytak az élcsoportból. A sorban ugyanis a Juventus irányító Massimiliano Allegri következik évi 12,8 millió euróval, majd a Bayern Münchennél nemrég kinevezett Thomas Tuchel, aki évente 12 millió eurót fog keresni a bajoroknál, már ha kihúzza legalább egy évig. Carlo Ancelottinak évente 11 millió euró jár a Real Madridnál, majd két Serie A szakember következik. Simone Inzaghi az Internél évente 10 millió eurót, még José Mourinho az AS Rómánál évente 9 milliót kap. A következő két név némiképp meglepetést jelenthet, hiszen két német klubról van szó, amelyek nem is feltétlenül számítanak élcsapatnak, viszont mindkettő mögött egy komoly koncern áll, ami lehetővé teszi, hogy az edzők jól keressenek. A Bayer Leverkusent irányító Xabi Alonso évi 5 millió euró, míg a VfL Wolfsburg kispadján ülő Niko Kovács évi 4 millió eurót kap. Az FC Barcelona mestere Xavi csak őket követi a sorban a maga évi 3,8 millió eurós bérével, ami nem tűnik túl soknak az előbb elhangzottakhoz képest. Ugyanakkor a csapattal jó eséllyel bajnoki címet nyerő tréner a katalán sajtó szerint hamarosan új szerződést írhat alá, és abban aligha nem már nagyobb összeg fog szerepelni. Az UEFA elnöke Alexander Čeferin tegnap interjút adott egy szlovén újságnak, és mind a Juventust, mind az FC Barcelonát erős szavakkal illette. Az Európai Labdarúgó Szövetség első embere hazájában az Ekipa nevű sportnapi lapnak nyilatkozott, és jó szokásához híven nem hagyta ki a lehetőséget, hogy beszóljon a pár éve kudarcba fulladt Superliga projektnek.
A 2021 áprilisában 12 klub részvételével bejelentett Európai Szuperliga, amilyen váratlanul jött, olyan gyorsan tűnt el, és a klubok többsége szinte azonnal kihátrált a projekt mögül, leszámítva a Real Madridot, az FC Barcelonát és a Juventust. Az UEFA-val azóta is jogi vitában álló egyesületek még nem adták fel a tervet, hogy létrehozzák a Szuperligát, még ha nem is úgy, ahogyan anno gondolták, Čeferin szerint azonban ennek semmi esélye. A projekt már csak az újságok és néhány résztvevő egója miatt létezik, jelentette ki az UEFA elnöke az Ekipának, majd a Juventusról, illetve korábbi vezetőjéről, Andrea Agnelliről beszélt, akivel anno kifejezetten baráti volt a viszonya, de ez már elmúlt. Nincsen szoros kapcsolatom Agnellivel, de ki akarom hangsúlyozni, hogy tisztelem a Juvét, mint klubot, mint mindegyik egyesületet, amelyik benne volt a Szuperligában. Ezek a nagy klubok többet képviselnek, mint a vezetőik. Ha egy egyesületnek olyan vezetősége van, amelyik rossz döntéseket hoz, az nem jelenti, hogy a klub, a játékosok vagy a szurkolók ellen vagyok. Ugyanakkor érdekes, hogy a három klubból, amelyik a futball megmentőjének állította be magát, az egyik ellen bűnügyi eljárás folyik pénzügyi visszaélések miatt, a másik ellen pedig azért, mert pénzt adott a játékvezetői testület egyik vezetőjének. Meglátjuk a harmadikról, mi fog kiderülni, mondta Čeferin, utalva a Juventus és a Barcelona problémáira. Utóbbi esetében az úgynevezett Negreira üggyel kapcsolatban pedig elég súlyos, és a Barca számára meglehetősen vészjósló kijelentést tett, hiszen a szlovén sportvezető úgy fogalmazott, hogy szerinte az ügy rendkívül súlyos, sőt, ő maga ilyen súlyos üggyel még nem találkozott a futballvilágban. Ez a kijelentés nem sok jóval kecsegtet a Barcelona számára, amelyet akár a Bajnokok Ligájából is kizárhat az UEFA, amennyiben a klub ellen indított vizsgálatok során bebizonyosodnak azok a vádak, amelyek szerint azért fizetett mintegy 7 millió eurót 2001 és 2018 között a Spanyol Szövetség akkori játékvezetői bizottságának alelnökének, José María Enríquez Negreirának, hogy befolyásolni tudja a meccseiken bíráskodó játékvezetőket. A spanyol sportsajtó szerint egyébként az Európai Labdarúgó Szövetség terve az, hogy még június, vagyis a következő BL idény előtt befejezze a Barcelona ellen folytatott vizsgálatát. Kylian Mbappé is részt vette a PSG egyik ultracsoportjának születésnapi bulián, és a francia világbajnok támadó összefogást kérte a drukkerektől, miközben a spanyol sportsajtó szerint a Real Madrid továbbra sem tett le a megszerzéséről. Az Olympique Lyon elleni hazai bajnoki különleges alkalom volt a Paris Saint-Germain egyik szurkolói csoportja, a Casos Team számára, amely ekkor ünnepelte fennállása 15. születésnapját. A csoport, amely vezetőnek számít a PSG ultrái között, még a Lyon elleni rangadó előtt szervezett egy kisebb összejövetelt, amelyen három játékos is megjelent: Gianluigi Donnarumma, Ashraf Hakimi és a legnagyobb sztár Kylian Mbappé. A közösségi médiában is nyilvánosságra hozott videón látható, amint Mbappé egy megafonon keresztül beszél a szurkolókhoz, és elmondja, hogy a drukkerek milyen fontosak a játékosok számára. Ez az év sajnos nem alakul a legjobban, nem sikerült megfelelnünk a ti és a saját elvárásainknak sem. Mindannyian folytatni akarjuk együtt. Együtt akarjuk befejezni a szezont és megnyerni a bajnokságot, jelentette ki Mbappé, aki az RMC Sport értesülései szerint a Bajnokok Ligája trófea elhódítását is megígérte a jelenlévő szurkolóknak, ami leghamarabb csak a következő évadban történhet meg, hiszen a mostani kiírásban már a nyolcad döntőben kiesett a PSG. Vagyis ebből arra lehet következtetni, hogy a francia klasszis biztosan marad még legalább egy szezont a párizsi sztárcsapatban. Minden esetre a madridi AS című napilap pár nap korábban arról írt, hogy a Real Madrid még mindig nem tett le Mbappé leigazolásáról, de a királyi klub csak akkor szerződtetné őt, ha nem kell átigazolási díjat fizetni érte. Nem mellesleg ez volt a terv 2022-ben is, azonban akkor a csatár némi meglepetésre mégis aláírt a PSG-hez. Ugyanakkor, mint kiderült, a kontraktusa csak 2024-ig érvényes, és ha nem él az abban lévő plusz egyéves hosszabbítási opcióval, akkor jövő nyáron ingyen igazolhatóvá válik, ebben az esetben pedig az AS szerint a Real új lépéseket tehet a megszerzése felé. Az általában jól tájékozott katalán újságíró Gerard Romero szerint az FC Barcelona további szponzorokat próbál keresni annak érdekében, hogy Lionel Messi a nyáron visszatérhessen a klubhoz. Az argentin szupersztár 2021 nyarán a hivatalos álláspont szerint elsősorban anyagi okokból volt kénytelen távozni a Barszától. Az egyesület ugyanis nem tudta megengedni magának a fizetését, pedig a játékos gyakorlatilag mindenben megállapodott a vezetőséggel az új szerződéséről. Messi így végül úgy hagyta ott a katalánokat, hogy a Barcelona egyetlen eurót sem kapott érte, az argentin pedig a Paris Saint-Germainhez igazolt, amelynek színeiben az előző évadban saját magához képest gyengében futballozott, ami persze még így is egy viszonylag magas szintet jelent. A mostani szezonban azonban egyre több alkalommal idézte korábbi önmagát.
Az ősszel még úgy tűnt, hogy hosszabbítani fog a PSG-nél és maradt Párizsban, de a világbajnokságot követően megváltozott a helyzet. A hírek szerint Messi már korántsem biztos abban, hogy új kontraktust ír alá a francia fővárosban, pedig a katari tulajdonosok állítólag mindent elkövetnek azért, hogy megtartsák. Messi csábítja az észak-amerikai profiligában, az MLS-ben szereplő Inter Miami, van ajánlat a Szaúd-Arábiából is, és természetesen állandó beszédtéma a potenciális visszatérése a Barcelonába. A katalánok elnöke, Joan Laporta igyekszik minden lehetőséget megragadni arra, hogy hangsúlyozza, szeretné visszahozni Messit, már amennyiben azt a lehetőségek megengedik. Ez azonban nem tűnik egyszerűnek, hiszen a Barca anyagi helyzete továbbra is messze van az ideálistól. A klub ugyan igyekszik csökkenteni a költségeket, az átigazolási piacon a transferdíj nélkül megszerezhető játékosokat preferálja, az új szerződések kötésénél pedig próbálja maximálisan figyelembe venni a La Liga által megszabott fizetési plafont, miközben onnan próbál pénzt szerezni, ahonnan csak lehet, legyen szó a Camp Nou névadásáról, vagy akár a következő évtizedek televíziós jogdíjainak eladásáról. A klub alelnöke, Rafa Juste, a minap arról beszélt, hogy bár tisztában van a nehézségekkel, de tárgyalnak Messivel a lehetséges visszatéréséről. A Barcelona ügyeiben általában jól értesült katalán sportújságíró Gerard Romero pedig tegnap arról beszélt, hogy információi szerint a klub lehetséges szponzorokkal egyeztet, ahogyan fogalmazott, nagyon fontos emberekkel tárgyal, annak érdekében, hogy megteremtse Messi visszatérésének anyagi lehetőségét. Erre szükség is lesz, hiszen az argentin jelenleg a PSG-nél évi bruttó 63,4 millió eurót keres, míg a Barcánál jelenleg Frenkie de Jong fizetése a legmagasabb, és ez bruttó 37,5 millió euró évente. A Lékip értesülései szerint egyébként Messi belemenne a fizetéscsökkentésbe annak érdekében, hogy ismét Barcelonában futballozhasson, de figyelembe véve, hogy a katalán egyesület nemrég nem tudta regisztrálni Gavi új szerződését a fizetési plafon miatt, a klubnak nagyon komoly pluszbevételre lesz szüksége ahhoz, hogy Messit ismét a Barca mezében láthassuk a pályán. Minden esetre a szóban forgó francia lap szerint annak egyre kisebb a valószínűsége, hogy Messi hosszabbítani fog a PSG-vel, a játékosnak ugyanis állítólag finoman szólva sem nyerte el a tetszését, hogy a párizsi klub legalább a negyedével szeretné csökkenteni a jelenlegi bérét. Egyrészt azért, mert az UEFA pénzügyi fair play szabályokra való tekintettel jelentősen faragnia kell a bérköltségéből, másrészt pedig azért, hogy nagyobb mozgástere legyen a nyári átigazolási piacon. Ezzel pedig az összeállításunk végéhez érkeztünk. Írjátok meg a véleményeteket az elhangzott hírekkel kapcsolatban a videó alatt kommentben. Ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha eddig még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra.